Jó napot kívánok, köszöntjük a Pajtakult nézőit. Jogos a kérdés, hogy kerül a Pajtakult csapata egy golfpályára, ide Tatára, az Oddi Golf Klubba. Nagyon egyszerű a válasz, egy gyönyörű pajta található itt, mi is úgy találtuk. Bizony, fogunk még itt egy kicsit golfozni, de aztán továbbállunk méghozzá Nagyegyházára, a Hangistálóba, ahol bele fogunk kóstolni klasszikus zenei és gyerekkoncertbe, valamint isteni finom sajtokban. Így van, a gasztronómiát most tulajdonképpen egy vásáron próbáljuk tesztelni. Mit található a vásáron? Ez is érdekes, a klasszikus zene hogyan szól a pajtában. Jogos a kérdés, ha már könnyű zenével foglalkoztunk. És visszatekintünk egy kicsit Pécsre, ugyanis a pajtákkal még foglalkozunk. Egy fantasztikus kutatást találtunk, erről is szó lesz, de előbb, ha már itt vagyunk, üssünk egyet. Ja, fogom a kormányt. Tartsanak velünk! Egy csodálatos épületet. Bizony. Csodálatos barokk épületet. Szia Réka, ugye? Sziasztok, így van. Így van. Ez a legrégebbi épület itt a területen? Így van, hát ez a Remeteség puszta legrégebbi épülete. Korábban ugye Eszterházi birtok volt az egész terület, sőt egész Tata az Eszterházi a grófi ágához tartozott, és ez a vadász területe volt a grófnak, és a Ménes birtoka, és ez pedig egy 1700-as évek végi szénapajta. Zoli, aki nem csak építész, hanem golfozik is velünk ellentétben, rögtön azt mondta nekünk Julcsival, hogy hogy lehet farmernadrágba golfpályára jönni. Teljesen indokolatlanok vagyunk. Nem lehet? Hát van alapetikett, nem illik. Így van, így van. A klubházig be lehet jönni, utána is lehet játszani, nem, természetesen nem küldünk le senkit a pályáról, de miután ez egy elég régi játék, több száz éves hagyománnyal rendelkező játék, dress code van, azt kéri a golfetiket, hogy vászonnadrágban legyünk. Olyan pajtákat keresünk, ahol új funkciók történnek ugye most már a pajtákban, ugye ez teljesen elhagyta az eredeti funkcióját, most már inkább rendezvény funkciója van. Így van. Igazából egy picit mielőtt jöttetek, azért a történetének is utána néztem, megkérdezgettem az ismerősöket, hogy tudnak-e valamit mondani, és azt azért tudjuk a pajtáról, hogy már a gróf idejében is tartottak itt arató bálokat. Tehát azért meg ez a vendéglátó funkciója, ez kidomborodott, akár már évszázados hagyománya is van itt a vendéglátásnak, de valóban amióta a golfpálya létezik, igazából ezt az épületet mi is később fedeztük föl, mert tudtuk természetesen, hogy itt van, és hogy köré épül az egész golfcentrum, de valahogy az idők folyamán, 24 év alatt jöttünk rá, hogy hát ez kiváló helyszín lehet, például verseny utáni eredményhirdető partiknak, de akár esküvőknek, akár koncerteknek. Érdekes, mert én jártam ide golfozni, és hogy ugye ez a Tatai Ménes, ugye ez az Eszterházi birtoknak és rengeteg érdekes információ, például, hogy ez volt a legjelentősebb az Eszterházi, vagy az akkori Ménes birtokok között, de hogy 423 magán Ménes volt Magyarországon. És az egyik legjelentősebb volt a Tatai, így van, főleg a 19. század második felében így van, és hát akkor rengeteg angol zsoké és angol tréner megfordult itt is, úgyhogy valamennyire ugye az angol sport, a golf, angol szer sportnak tekintik, ennek a területnek akár már korábban is volt egy ilyen jellege. Én megmondom, hogy szintén itt vagyok kezdettől fogva, és örülök, hogy egy ilyen projektet tudtam idáig végigvinni. Szerintem erre együnk valamit. Akkor én vezetek visszafelé. Jó. Szerintem a pajta érzés és a golf érzést azt meg lehet szokni, nem Laci? Igen, csak nagy felütés ez a kényelem és nyugalom, de Zolinak van ebbe tapasztalata. Hát én nem is a tapasztalattal kezdeném, hanem szerintem, ha már ilyen helyen vagyunk, akkor egy kis ajándékkal szerintem, mert így senki nem mehet. Zoli! Úgy erről a helyről. Jaj, de jó, köszönöm. Nagyon köszönjük. És akkor, hogy stílszerű legyek, így kerek a világ.
Így van. Zoli, ez utal valamire? Hát előleg lesz még egy kis oktatás, meg ha jól tudom, verseny is, úgyhogy mindenki tudja használni. Kicsit izgulok, mert nekem ez az első golfpályás élményem, és golfozó élményem is ez lesz az első. Azért nem lesz veszélyes, mert amit gyakorolni fogunk, meg amit játszani fogunk, az pont ugyanolyan, mint a mini golf, úgyhogy... Azt viszont már próbáltam. Amit beszéltünk a reggelinél, ez olyan lesz, mint a minigolf, ugyanaz a mozgás, csak megmutatom, hogy hogy kell szabályszerűen használni. Golfütők, ezek a putter golfütők, az ilyen sima füvön, ami a lukkör, tehát az ászló melletti füvön, ez a legszebb, legsimább fű a golfpályán, azon használjuk a puttereket, ez a minden egyes szakasznak a lezáró játéka, amikor a labdát a lukba gurítjuk, ütőfogás. Ütőt letesszük magunk elé, tenyerünket az ütő alá tesszük, és úgy fogunk rá, hogy az ujjunk pont rajta legyen felülről. Ez jó, ez jó. Az, hogy hogy áll az ütőfeje? Azzal még nem kell foglalkozni, majd azzal. Az a baj, hogy én jobbkezes vagyok, de ilyeneket balkezesként játszok. Tehát akkor nekem fordítva. Egyébként fordítva, de akkor az van, hogy én is kétkezes vagyok. Ez mennyire külön műsort szerintem. Ne úgy fog, mint a kapetszalában. De így kényelmes. De akkor fordíts meg, és így. Tani! Ezt ne vegyétek föl! Na tessék! Szerintem ez backstage, megér egy backstage. Hát nem. Na még egyszer. Nyállod. Én majd benyögöm, hogy ez nem... Ez alaizod a Julcsit. Én meg benyögöm, hogy ezt nem lehet kikapálni. De látszik, hogy szoktam kapálni. Csobánkán így kell kapálni. Így. Szóval megvolt az ütőfogás. Kis kényelmes terpesz. Mekkora? Nagyobb. Annál nagyobb, ezt utána később majd mindenki saját magának megkeresi. Uh-huh. És a legfontosabb, háromszöget képezünk a kezünkkel, a testünkhöz van szorítva majdnem a kezünk, és inga mozgás, az a lényeg, hogy a háromszög egybe mozog. Most egy picikét mindenki próbálja magának, és utána jön a verseny. Jó. Itt van egy pöcök, ott van kettő, ott van három. Hogy innen ütünk ide. Igen. Onnan ütünk oda. Hát nagyjából ennyit akartunk, szóljatok, ha valamit még szeretnétek, szóljatok, aki újra akar menni magától. Tulajdonképpen összegzésén elmondhatjuk, hogy Laci nyert. Igen. Tehát a legkevesebb ütésből teljesítette a pályát. Ez... Pár Gyurcsit meg a műsor hátralévő részére elvesztettük, mert beleszeretett a golfba. Nagyon helyes. Éles váltás következik, hiszen megérkeztünk a Tatai Golf Clubból, Nagyegyházára, ide a hangistálóba, ahol nem más, mint Szokolai Dongó Balázs lesz az egyik beszélgetőtársunk, akit talán nem is kell túlzottan bemutatni, bár ő egy, mondhatjuk azt rád, Balázs, hogy egy multi-instrumentalista művész vagy, mert hogy oké, hogy ide van készítve két duda és egy furúja, de hogy emellette még rengeteg más egyéb fúvós hangszeren is játszol, de nem csak ezért beszélgettünk most Balázzsal, hanem azért is, mert te mint képzőművész is munkálkodsz. Hát mostanában kevesebbe, de még terveim között szerepel, igen. Én rajztanár vagyok is végzettségem szerint,
és vannak festőművészi terveim még. És voltak már kiállításaim ugye a Fonóba is, meg régebben is volt. Aztán 20 év kimaradt, és most ez újból napirendre került. De ha jól tudom, neked családi indítatás is az, hogy a rajz és a képzőművészet irányában kacsingat. Igen, hát szegény apukám nagyon aggódott, hogy mi lesz a rosszul tanuló furcsa gyerekével. És aztán persze, amikor megkaptam a népművészeti fiúmesterre címet, akkor megnyugodott, és onnantól kezdve jobban lettünk. Ő festőművész és néprajzi gyűjtő volt. Nagyon sok néprajzi tárgy közt nőttem fel. Tóth Komlóson, Békés megyében, és imádtam ezeket a tárgyakat. Tehát ilyen 150-200 éves szuszékból volt az ágynemű. A térdemen még mindig van egy olyan seb, amit egy ilyen nagyon gyönyörű tulipános láda rész csatja okozott, amit a Néprajzi Múzeum folyamatosan meg akart venni apukámtól. De aztán a főiskolás évek alatt befigyeltek a népi hangszerek, és népzenét már szerettem korábban, bár ezzel is nem túl jó reklám a falunak, de hát falu bolondjának éreztem magam, hogy így a népzene az nem nagyon volt ott jelen. És én meg nagyon megszerettem ezt a táncházi muzsikát, amit a táncház mozgalom szállított le nekünk, és elkezdtem furuljázni, tárogatózni és dudálni. Mi az, ami neked a legkedvesebb a zenélésben? Nagyon sok felé előfordulsz. Igaz, ez nem mit terv, hozol bele? Ez nem tervszerű nálam, hanem szoktam mondani, egy menedzserem az élet. Hát elhívott a makám, akkor örültem és mentem a makámba. Elhívott a vasmalom, akkor örültem és mentem oda. Dolgoztam ugye Sebestyén Mártával sokáig. A Vujicsics együttessel dolgoztam. Szippantott magával, az élet vitt. Igazándiból szeretnék már egy olyan zenekart, aminek úgy van kifutása. Az alap, ami irányba nézek, és ami irányba szívesen megyek, az a rusztikusság. Tehát a régi stílus a népzene, én azt szeretem, tettek róla. És a zene mellett zeneszerzéssel is foglalkozol, hát az, írsz zenéket. Úgy szoktam mondani, hogy kényszer zeneszerző vagyok, mert hogyha egy zeneszerzőnek adok egy népdalt, akkor ír rá valami ilyen EU harmóniákat, jobb esetben jazz harmóniákat, de azt érzem, hogy az kicsúszik a népdal alól, nem érzem a kohéziót. És akkor én hallok ilyen szólamokat, fütyörészek, és lekottázom, amit fütyörészek. Na de térjünk rá egy kicsit a rajzaidra, ide is veszem őket a kezünkbe. Egy nagyon más alkotási dimenzió a zene, és a materiális alkotás. Hogy mi húz téged ebben a dimenzióban? Hát ugye van ezeknek a tanyáknak egy ilyen hangulata. Uh-huh. Meg ennek az egész alföldi hódmezővásárhelyi iskolának, Kohány György, Tornyai János, ő is sokszor csak így végtolta a festéket, és akkor ott van előtted a puszta, és azért én ebbe éltem, és ez a hangulat, ez engem megragad. Szabad megfogni, igaz? Nagyon sajátos az anyaghasználatod, mivel készülnek a képek? Ezek diófapác, és akkor fa pálcikákkal, vagy meg ilyen festőkéssel tolog. Igen, ilyen spatulával. Azzal tologatom az anyagot. És akkor úgy élvezem, hogy mondjuk itt igazából tudjuk, hogy egy fa, de maga az éri, ahogy hozzá... Az anyag, ahogy találkozik igen, a festék igen. És a papír. És akkor nagyon soknak azt a címét adtam, hogy érintés. Mennyit változik a világ? A vásárvárosoknak régen milyen jelentős tartalma volt? Egyáltalán a vásárnak milyen jelentősége volt? Ma már egészen más jelent. Igen, régen is, de egyébként azt gondolom, hogy ma is. Ez egy nagyon fontos közösségi forma volt, egy találkozópont, és most már igazi kuriózumnak számít, hogy egy kicsit eltávolodunk ettől a városias léttől, és sokkal inkább megközelítjük a vásárosias létet. Köszönjük, felcsendült a zene a háttérben, de felcsendül a Julcsik hangja is, mert elengedlek, ugyanis backstage következik a 3. Juli. Julcsi beszélget egy kicsit a vásárokról. Belecsöppentünk egy vásári hangulatba.
Ti mennyire szerettek vásárokra járni, nézelődni, vásárolni, portékákat gyűjteni? Én imádok, csak a férjem nem annyira imádja. Általában teli pénztárcával érkezem és üressel térek haza. Akkor jó vásárló én, vagy. Én nagyon, engem teljesen magával tud ragadni ez a forgatag, és úgy megtalálom az ilyen kis apróságokat, szóval én vagyok a célcsoport. Kincseket? Kincsek, tényleg műtűrök, finomságok, abból egy kicsi, és akkor a végén tényleg azt veszi észre az ember, hogy két ilyen nagy puttonnyal megy haza. Erről jut eszembe, az én férjem azt szokta mondani, hogy az erős nő nem sír, hanem vásárol. És én is egyébként okay. Nagyon szeretek vásárolni, illetve inkább nagyon sokszor van az, hogy nézelődni, érdeklődni, de aztán van, hogy csak úgy már ebben kiélem magam, és aztán nem vásárolok semmit. Én meg az a fajta vásárba járó vagyok, aki szereti kipróbálni a kézműves foglalkozásokat, tehát be szoktam ülni mindig valamit pingálni, vagy valamit készíteni, tehát így kicsit kiélni a kreativitásomat, mert nagyon így valljuk be a hétköznapokban nincs erre időnk, hogy most mi elkezdjünk otthon festegetni, vagy valami jó dolgot kreálni. Az is érdekel, például, hogy itt vannak ezek a tobozok, meg ezek a tusák. Ezek biztos, hogy játékhoz való, itt most így az egész réten tel is tele van ilyen saját élményes játékokkal. Szerintem ki is fogjuk őket próbálni. Igen. De visszatérve egyébként a vásárokba, meg azt, amit te is mondtál, Julcsi, én is próbálok egyébként évről évre tudatosabb lenni a vásárlásban, hogy ne csábulja fel olyan gyorsan a sok szépség iránt, hanem tényleg csak azt vegyem meg, ami úgy hosszú távon is működik. Igen. Az én párom pedig mindig a praktikusságra int, hogy csak azt, ami kell a háztartásban. Megnézhetnénk magunkat, hogy mennyire tudunk önmegtartóztatni itt a vásárban. Nézzünk körül! Azt olvasom, hogy Vávölgyi Tanya, kecske, sajtok, joghurt, savó, karamell. Savó-karamell? Mi ez a savó-karamell? Jó napot kívánok! Jó napot! A tejsavót főzzük 8 órán keresztül némi cukor hozzáadásával, lassú tűzön folyamatos havargatás mellett, és kikaramellizálódik. És abból lehet kóstolni? Persze, egész nyugodtan. Ettetek már tejsavó-karamellt? Nem. Nagyon kevesen csinálják, mert nagyon nagy macera, de nagyon-nagyon régi trükk. És mennyi mennyiségtől lakik jó az ember, vagy mennyit szoktak ebből? Hát én képes vagyok egy üveggel megenni egy este. De ez nem látszik. Nem. Mennyi kalória van benne? Hát azért van benne bőven. Cukor miatt. Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen ez egy édesség. Igen. Megtaláltuk a magyar juharszirupot. Savó karamell, kész. Kecske savó karamell. Egyébként hogy fogynak a kecske sajtok? Nagyon jól fogynak, szerencsére. Micsoda húsárú. Igen. Szervusz. Milyen portékákat árulsz? Házi sertésből készült füstölt árukat. És honnan érkeztél? Tatáról. Tatáról, innen a környékről. Igen. Mik a különlegességek? Van-e valami fűszer, amit tipikusan, vagy fűszerezés, amit tipikusan ti használtok? Tehát saját kitalált házi recept alapján történik a fűszerezés. A fűszerezés úgy történik, hogy mi egészben vásároljuk a fűszereket, uh-huh. és úgy őrüljük bele a hús készítményekbe, és sokkal így van, igen, uh-huh. intenzívebb és kellemesebb ízeket tudunk így előhozni. Vávölgyi Tanya után tulipántos sajtműhely Naszály, ott vagyunk most. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánunk! Én már itt megálltam, Zoli, mert olyan gyönyörű színe van a cheddarnak. Mitől vannak ilyen narancssárga színe? Van egy annató nevű természetes színezőanyag, amit használnak cheddarhoz. És érlelés során egyre narancssárgább színe lesz. Fantasztikus. De ez nem echte magyar sajt? Abszolút nem. A cheddar az egyáltalán nem magyar sajt, viszont nagyon szép színes és ide vonza az embereket. És finom is egyébként. Igen, lehet kóstolni. Melyik vagy jobban, a paranyica vagy a cheddar? Így, ahogy mondtam.
ebben a sorrendben. Így ebben a sorrendben, a medvehagymás, látod azt, hogy a medvehagymás is. Hogy azért nem ijed meg a tradíció bontástól, mert csidi petrezselyemmel olyan is van. Nem, igen. Például a spenót fokhagyma szerecsendi az azért lett, mert én így csinálom a spenótot otthon, hogy fokhagymát megszeret. Meg lehet. Megkosolhatjuk. De ez nem egy sajtban van mind, ugye? De. És a mézes standhoz jó napot kívánunk! Nézzétek, én már is lecsapnék erre a mézre. Krémméz, ez repceiből van készítve, tulajdonképpen mikor sűrűsödik, kristályosodik a méz, akkor össze van törve egy turmizgéphez hasonló. Értem. És akkor ez kenhető tulajdonképpen. Igen. Ugyanaz a másik, mint a másik repceméz, ez ideiek már. És ízben ez mire? Van valami különleges akinek, íz benne? Például nagyon javasoljuk van? Annak, akinek gyomorsava van. Aha. És a zlúgos hatású méz, ez elmulasz a, tulajdonképpen a savasságot, tehát a gyomorégést, a refluxot. Mit a házi praktika? Igen. Hogy hívják a kutyát? Hát egyszerűen Jolly-nak szoktuk becézni, és ő a csapat sztárja. Hát igen. Egyébként a bükkben keresi a szarvasgombát, és nagyon ügyes, de ő már idős a képen is látszik, ő nem mai kutyus. És kutya nélkül nem menne? Hát nem. Nem, ez olyan 10... Mint gyakorló gomb, ezt mondom, nem. 10 vagy 30 centi mélyen van a föld alatt. Szarvasgomba kaviár, az mit jelent? Fantázia név. Ez... nem más, mint a úgymond fekete gyémánt, ez szintiszta szarvasgomba, ilyen finomra őrölve. De ez nagyon erős, ebből nagyon kicsit kell használni. Tepertőt inkább egy pohár borral folytanám le. Hello. A méz az nem annyira az én műfajom. Szia! Fogunk ma még móri bort kóstolni este. De igen, azért engedjük meg magunknak ezt a kis kitérőt itt. Mit lehet rólatok tudni? Mindent saját kezüleg látunk el, tehát abszolút gyakorlatilag a szőlőműveléstől kezdve az értékesítésig, mint láthatjátok, mi végzünk el minden feladatot. Hány hektáros területet műveltek? 3,5, kicsit több mint 3,5. Ezek. Mennyi palackoztok belőle? Hát nálunk sok az új telepítési terület, tehát most ilyen 8000 palacnál járunk, tehát hogy ennyi. Hányféle borral? Hát ilyen 6-7 az évjárattól függően, gyakorlatilag ez mindig változik, de nagyjából ennyi, ami így szokott készülni. És melyikre vagy a legbüszkébb? Hát Móri borvidéken ugye az oszlopos szőlőfajta az 1000 jó, szóval azt mondanám, hogy ezt mindenképpen nézzétek meg. Dani, mi kóstoltunk a lányokkal szalonnákat, kolbászokat, borokat, és vettem néhány sajtot is. Közben hihetetlen, hogy milyen ügyesen lovagol a kislány. Azon gondolkodom, hogy egy ilyen vásár tulajdonképpen arra jöjj az ember költse a pénzt, de amit viszont elviszel, például ez a sajt, ez nagyon finom. Úgy hát bizony, erre is készülök, be is fogom tenni őket gyorsan a hűtőbe, de előtte koncertezem egyet. Elengedjük Bári Ölcsőt kicsit fellépni, mert hát mégiscsak nem csak a tévéműsor létezik, van művészeti élet is. Így van. Énekelsz? Úgy bizony, méghozzá egy mesekoncertet gyerekeknek, felnőtteknek és mindenkinek, aki a szíve mélyén egy kicsit gyerek. Ezzel zárjuk a műsor első felét, hamarosan jövünk vissza, és színpadra föl, maradjanak a Pajtakulttal. Akkor szép az erdő, mikor zöld, mikor a vadgalamb benne költ. Újjan a vadgalamb, mint a lány, sírva sétál a párja után.
Jó napot kívánok, köszönjük a Pajtakult nézőit, folytatjuk a műsort. Itt vagyunk a Hangistálóban, Nagyegyházán, és hát mi mást halljunk, hanem hangokat, zenét a háttérben. Zene, tánc, klasszikus zene a Pajtában, igaz? Igen, a térélményt kutatjuk, hogy különböző zenék hogy szólnak a Pajta térben, a terekben, és klasszikus zenével eddig nem foglalkoztunk, de most igen. Így van. Ribli Ilona a Hangistáló megálmodója és üzemben tartójával fogunk most egy picit beszélgetni, illetve ti fogtok vele Dani Horváth Lacival, és egy picit bele is hallgatunk egy klasszikus zenei szóló cselló koncertbe. Az a helyzet, hogy itt a falu juhászától kezdve mindenki jött itt az első koncertekre, és aztán maradt egy kis mag, aki megszerette nálunk a komoly zenét. És mindenfelől jönnek, tehát nem csak nagy egyházáról, óbarokról jönnek az emberek egy hangversenyre, hanem a környező településekről, sőt még Kecskemétről is van egy csapat, aki rendszeresen jár, de nagyon messziről is, tehát még Pécsről is jöttek koncertre, nem is egyszer. Miután én zenész vagyok, tudom, hogy kit érdemes meghívni, nagyon könnyű dolgom van ilyen szempontból, és rengeteg zenész jó barátom van, aki tudja, hogy nekem ez egy ilyen szívszerelem, ez a Hangistáló, és hogy itt nem fog meggazdagodni senki, én se, de hogy ez egy nagyon fontos cél nekem, hogy az igazi értékes zenéket, igen a népzenét is, vagy más zenét, segítsek megismertetni olyan emberekkel, akik nem jutottak elég közel hozzá. Kokas Katinak volt egy nagyon érdekes gondolata így erről, ugyanerről a témakörről a Pajta konferencián, még a Hagyományok Házában. Hallgassuk azt most meg. Azt vettük észre, hogy amikor ott vagyunk, akkor az idő visszafelé halad. Így szokták mondani ott a faluban, hogy minthogyha visszafele számolnák az éveket ott az emberek. Tehát, hogy valahogy annyira máshogy halad az idő, és az pont az ilyen műhely munkára borzasztóan fontos. Most mi ezt ugye, mint hogy mondtad is, Budapesten fesztivált csinálunk, talán már tudják a hallgatók, a Fesztivál Akadémia néven júliusban az 10 napos rendezvény, az egy olyan őrült zsongás. Hogy jönnek a művészek, mindenki tudja az anyagot, 2 nap alatt összeteszünk egy koncertet, és ez így gyakorlatilag futószalag, és tényleg egy ilyen szenvedélyes pörgés van. Ennek az ellenkezőjét álmodjuk meg, amikor úgy érezzük, hogy mindenre van idő. Klasszik, de tudod, hogy a 3 Julcsi klasszikus zenével foglalkozott egyébként korábban? Mindegyik? Igen, ezt most megtudtam itt a suttogás közepette, de én is foglalkoztam kérlek szépen, 2 évig hegedültem, úgyhogy igen, akkor ott nekem is van ilyen. Én zongoráztam, de nem vonultam be a komoly zene Hall of Fame-jébe, én azt hiszem, tehát hogy annak ellenére, hogy édesanyám ezt nagyon forszírozta. De hallgassuk meg a Julcsi gondolatait arról, hogy ők hogy látják a klasszikus zene szerepét a Pajtákban. És van valamilyen kapcsolódásotok a klasszikus zenével, akár a jelenben, vagy a múltban, így üsztétek? Hogy vagytok ezzel? Hát nekem nagyon is. Én igazából klasszikus zenészként indultam, 15 évet klasszikus zongoráztam, szóval nekem az volt az alapvető zenei műfaj, amit először elsajátítottam, és csak aztán jött sokkal később a népzene. Szóval én nekem ezért is egy fontos szívügyem, hogy a Pajtákba a klasszikus zene is bekerüljön. Én is sokáig hegedültem, klasszikus hegedültem, több mint 10 évig. De egyébként a mai napig nagyon szívesen hallgatok komoly zenét, például vezetés közben különösen. Ja, tehát nagyon az autóban nagyon szeretem, sőt, ilyen nyugalmas estéken még a főzés mellé, és néha így ez egy kicsit kiszakít az én általam, vagy a körülöttem nyüzsgő legtöbbször népi világból. Milyen érdekes, mert én is klasszikus zenével indítottam, furaja és hegedű, úgyhogy Julcsi szerintem valami klasszikus duót hamarosan összedobhatnánk. Mert én meggyűjtöm a bátorságot leporolni az ujjaimat, de meglátjuk. De lehet, hogy az se baj, ha meghagyjuk a profiknak, hiszen hamarosan Ilonának lesz itt egy szóló cselló koncertje. Hallgassunk bele! Bizony! Thank you.
Egészen másfajta zene szól az udvaron, mint bent a Pajta térben, a hangistálóban, az komoly volt, az lélekemelő volt, ugye? Így van. Viszont azért a lagzis hangulat, az igazi esküvői jókedv, az egy egészen más műfaj. Laposa Julcsi el is látogatott egy pikánt Pajta nevezetű helyre, ami kiváló esküvői rendezvényhelyszín. Átugrottam egy kicsit a Gerecse szívébe, mégpedig Ferenc Major udvarában sétálunk most Keller Gáborral. Üdvözöllek. Aki itt dolgozik a Majorban. Így van, immáron már cégszolgálatában 2003 óta, a Majorságban pedig 2015 óta vezetem a rendezvényeket, bonyolítom le, szervezem a mennyasszonyokkal, a nagyon izgulós mennyasszonyokkal az összes rendezvényt. Tehát akkor esküvői helyszín vagytok? Főleg esküvő, hát a fő profilunk az esküvő. Rendezvények ugye nagy részben decemberben a céges rendezvények, ugye ismerjük a cégeket, mindig megvendégelik a dolgozóikat, aminek mi nagyon örülünk. Nyáron pedig esküvők vannak minden hétvégén, péntek, szombat, vasárnap, csütörtök. Manapság már igazából mindegy, hogy milyen nap, csak egy szép nap legyen és egy szép helyen legyen. Mint például a mai nap. Így van, így van. Ezt hívjuk az esküvős időjárásnak, amikor nem kell izgulni, de nem is, nincs is nagyon meleg. Bár eléggé modern épületet varázsoltunk ide, pontosabban ezt már ide varázsolták több mint 200 éve, csak mi úgy újítottuk fel, hogy az azért modern legyen, tehát klimatizált, minden igényt kielégítő, minden olyan dolog megtalálható benne, ami egy rendezvényhez szükséges. Hogy hívják a pajtátokat? Pikant Pajtának hívják a pajtát. Igen. És miért kapta ezt a nevet az épület? Maga a cég 1999 óta foglalkozik vendéglátással, és Tatán belül a tóparton egy gyönyörű szép helyen egy pikant étterem nevű egységgel indultunk. Akkoriban még egy ilyen nagyon kis családias környezetben egy 5-6 fős létszámmal, és mostanra már kinőttük elég szépen magunkat. Egyrészt a Majorsággal is, ugye egy szállásépületek is vannak, 70 főre tudunk szállást biztosítani, ezen kívül Tatán belül is van még 2 étterem, amit üzemeltetésünk alatt van, és egy szállás, ugyanúgy egy panzióépület. Én azt mondom, hogy nézzünk be a Pajtába, hisz egy esküvőre készültök most is, amit említetted, nézzük meg, hogy milyen is most a Pajta. Laposa Julcsi visszatért Szomódról a Pikant Pajtából, de most sem tétlenkedünk, hiszen itt van velünk Max, aki itt is van egy vendégműsorvezetőnk is, szia! aki egy igazi sajtszakértő, és most őt fogjuk egy picit a sajtkóstolási, sajtkészítési szempontokról kérdezni. Miről, Julcsi? Szerintem a szakmájáról, hogy honnan érkezett, mivel foglalkozik, egy kicsit csacsorászunk vele. És ugyanis... te leszel a fordítom. Így van. Megpróbálkozom. Akkor az első kérdés jogán, légy szíves. Max, tu viens tu maintenant? Je viens d'Aurillac en France. Közép-Franciaországból érkezett, mégpedig egy 1500 lakosú, úgymond falucskából, és egy sajt iskolában oktat. Engem az érdekelne egyébként, hogy a francia sajtkultúra és a magyar sajtkultúra az úgy hogy viszonyul egymáshoz? Une ressemblance. Nagyon nehéz ezt definiálni, mert vannak olyan sajtok, amiket ugye csak kifejezetten itt készítenek, csak kifejezetten Franciaországban készítenek. És neki melyik a kedvenc, a magyar sajtja? Moi, j'ai, alors je sais pas comment il s'appelle, j'ai découvert le petit rond comme ça là. Paranyica. Le petit rond? Oui. Paranyica. Itt füstölt pajta. Igen, pont itt van a hátul mögött. És ilyen nincsen esetleg Franciaországban, vagy más, hogy más a technológia? Il y a certains ce type de France. Pas du tout, donc c'est découverte complètement. Ez nem, ez még ismeretlen teljesen Franciaországban. De érdekes maga a füstölési technika vajon? Le technique? Est-ce que tu travailles avec ce technique ou pas? Du tout, pas du tout. Ça existe pas. De izgalmas, nem? Nem is gondoltam. Igen. Kérdezzük meg a végén, mi hozta ide? Igen. Qu'est-ce que je fais en Hongrie? Meghívták erre a majális eseményre, hogy tartson egy előadást, hogy hogyan készítik Franciaországban a sajtokat. Holnap pedig folytatja ezt a workshopot, és akkor pedig a helyi, illetve az ide érkező sajtkészítők a saját sajtjaikat kóstoltathatják meg vele, és azokat fogja kielemezni. De ez majd csak a jövő zenéje. Thank you very much.
Köszönjük szépen. Köszönöm. Mi pedig köszönjük. Mi pedig építészettel folytatjuk, hirtelen váltás lesz megint, ahogy a golf után ide érkeztünk. Építészettel Vértes Kozmánra látogatunk, amely a Zsákfalu, és nagyon-nagyon érdekes építészeti szempontból. Tóth Zoli és Horváth Laci körbe jártak, megnézték, hogy miért. Amikor azt mondtuk, hogy a Vértesnél forgatunk, megnézzük a hangistálót, akkor nekem mindjárt eszembe jutott az egyik legszebb utcaélményem tulajdonképpen. Vértes Kozmáról beszélünk, erről a kis településről, ahol egyszerűen, amikor az ember bejön, elvarázsolódik egy utcasor, balról, jobbról gyönyörű házak, és mintha kimerevítették volna az időt. Tehát vagy az építészete annyira markáns, vagy ennek a Zsák utcának van egy ilyen varázsa, nem tudtam még eddig megfejteni. Elhoztalak téged, hogy mik az első impressziók? Hát ugye a Zsákfalunak ugye valóban az a ilyen speciális része, hogy ugye nem jár át rajta senki, tehát emiatt van egy ilyen idő megőrző kapszula, igen, időkapszula funkciója, tehát hogy van egy iszonyatosan nagy nyugalom, amit ugye most is érzünk. Most ezt a pár házat, amit itt most folyamatosan meg ahogy végigjöttünk, néztem, hogy nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a stílus teljesen egységes, ugye a népi építészet oldalhatáron lévő házai, minden ház tornácos, mindegyik oromfalas, mindegyik merőleges gerinccel van az utcára, tehát hogy egy egységes utcakép alakult ki, amit úgy néz ki, hogy eddig érintetlen maradt, és őrzi a régi arculatát. Nem tudjuk, hogy milyen tevékenységgel foglalkoztak régen, itt pajtákat vélhetően nem találunk, tehát valószínű, hogy inkább az erdészettel, vagy valamilyen bányászattal köthették le magukat az itt lakók. De az is érdekes, hogy átalakultak a funkciók, tehát szerintem minden ház nyaraló funkciót tölt be. Tehát azt kéne tudnunk értékelni, hogy igenis vannak az építészetnek ilyen nyugalmat árasztó szerepköre is, amikor egyszerűen kiteljesedsz, és csak az éltet, hogy a természet lágy ölén vagy, benne vagy magába a tökélybe. Hát ugye kétféle ilyen megújulási építészet létezik, ugye az egyik az olyan funkcionális helyeken, vagy ilyen turisztikai helyeken, mint ugye a Balaton, mindenféle tavak, de ugye ez, aki erre vágyik, ugye a vízközelségre, de aki meg nyugalomra vágyik, az meg ugye ilyen helyre jön el, ahol tényleg hát olyan csend és olyan nyugalom van, madárcsicsergés, tiszta levegő, nincs térerő. Egyébként igen, nincs térerő. Látva sok-sok gyöngycemet Magyarországon, tényleg csak ajánlani tudjuk ezt a települést is, igazi gyöngycem. Túl sokan jönnek, akkor ennek is megszűnik a nyugalma. Úgyhogy hát félig ajánljuk csak. Nagyon ajánljuk. Vértes Kozmáról érkezünk, és olyan, mint hogyha egy buddhista szentélyben ülnék itt a hangistáló előtt, de tovább is megyünk Pécsre. Még az előző műsorban Koller Józseffel beszélgettünk, egészen pontosan Tóth Zoli és Pár Julcsi beszélgetett, és az Ibüldies építész mutatott egy fantasztikus gyűjtést, amely pajtákról szól. Hihetetlen alapossággal és precizitással dolgozta föl a környék pajtáit. Ezt szeretnénk megmutatni önöknek, ez a beszélgetés következik most. Koller József építésszel beszélgetünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szívesen. Én úgy érzem, hogy egy nagyon izgalmas beszélgetés, most, hogy így belenéztünk még a könyvekbe, hogy egy nagyon izgalmas beszélgetés lesz. Én is erre számítok. Csodálatosak a kiadványok. Honnan az inspiráció? Én egy sváb parasztházban nőttem fel egyeken. Hát ott is a környezetben elég sok ilyen népi épület még megmaradt abban az időben. Ott szívtam magamba, úgy látszik, ezt a paraszti építészeti kultúrát. Nem csak a sváb falvakban épültek ezek a gyönyörű pajták, meg látszó tégla, díszes, homlokzatú épületek, hanem gyakorlatilag amik magyar falvak voltak mindig is ott is, tehát igazából lehet, hogy az inspiráció elindult, de a szomszéd falu az ugyanúgy átvette több száz pajtából, amit végignéztünk és végigmértünk. Gyakorlatilag talán egy vagy két pajta volt, amelyik még használatban van, úgymond
oly módon, hogy gazdasági funkcióit lát el most is, de tényleg csak nagyon egy-kettő. Egy-kettő ugye átalakult ilyen pajtaszínház formátumra, mint ahol most is ülünk. Falvakat járták ugye a 1900-as évek elején, meg a 800-as évek vége felé a kupecek. Azért készültek a kovácsoltvas díszes kerítések, ugye azért lettek ezek ilyen díszesek, mert különben ugye az állatok tartására elég lett volna sima téglafal, meg egy vagy egy vakolt, igen, egyszerű, és hogy ez mind a kupecek miatt volt, tehát ez is egy ilyen dolog. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm én is a beszélgetést. Én is köszönöm. Köszönjük szépen. Hihetetlen, hogy milyen precíz és fantasztikus gyűjtemény, amit az Ibödés építész Koller József összeszedett, de mi most elhagyjuk ezt a témát, és borászattal fogunk foglalkozni. A nap folyamán már láthatjuk, hogy a Móri borvidékről fantasztikus borok érkeztek magára a sajtmajálisra is. Most azonban nagy örömmel köszöntjük Geszter Csillát, aki Móri borász, és Arany Tamás korábbi játékvezetőt, labdarúgó játékvezetőt. És tulajdonképpen az, hogy itt ülünk, az neked köszönhető, mert ahányszor találkoztunk az elmúlt 20 évben, mindig elmondtad, hogy gyere el Móra, és borozzunk egyet. Móra nem mentem el, viszont közel van Mór, és ide hívtunk. Jól tettük? Abszolút jól tettétek. Úgy gondolom, a móriak mindenhol, bárhol vagyunk az országban, büszkék vagyunk a Móri borvidékre, és ezért is mondtam neked, hogy ha egyszer lehetőség lesz rá, akkor jöjjünk össze, és ez most eljött. Ettől függetlenül majd természetesen várok benneteket majd Mórra is, de most itt kóstolom a Móri borokat, úgyhogy ajánlom nektek, hogy végkóstoljuk mindegyiket, azt eldöntjük utána, melyikből iszunk. Csilla, azt mondta Laci, hogy van gyönyörű pajta Móron. Móri borvidéken inkább úgy fogalmazni, Korondpusztán található ez a pajta, úgyhogy érdemes mikori, meglátogatni. Mikori, azt tudjuk, hogy mikori pajta? Nagyon jó kérdés. De... régi. Legközelebb elég. Ígyunk egy kicsit, és hátverszedőt. Mit iszunk? Mámor Chardonnay-val kezdjük, ez a saját pincénkből való. A Vinagóra borversenyen lett egyébként, ez most a Magyarország legjobb Chardonnay-ja. Kezdésnek ez egy erős felütés, úgy érzem. Laci azt mondta, hogy nem iszik. Biztos nem iszol? Állítólag. Kóstolok. Azt mondtam, hogy nem iszom, azt, hogy kóstolok. És miért van az, hogy Mór, legalábbis az én fejemben pedig borivó családból jövök, és nagyon szeretjük a bort, mégis Mór nem feltétlenül van benne a látókörünkben. Még, erre azt kell mondanom. Szuper. A rendszerváltás után eléggé, hogy úgy mondjam, visszaszorult a borkészítés, szőlőművelés a Móri borvidéken, de az utóbbi 20 évben egy új generáció lépett elő, teljesen megújultak a borok, a pincészetek is, és azzal a lendülettel, amivel azt gondolom elindultunk, meg is fogjuk ragadni országos szinten a figyelmet, és ki tudunk lépni abból, hogy egy kis borvidék vagyunk. Uh-huh. A legnagyobb előnyünk szerintem az, hogy nagyon közel vagyunk Budapesthez. Bő egy óra alatt oda lehet érni hozzá. Gyönyörű kirándulóhely, a Bakony és a Vértes között. Olyan panorámákkal, szőlőkkel, hangulatos családi pincékkel, kirándulóhelyekkel. Kirándulni is nagyon jó. Nagyon jók a kulturális programok, hát nem beszélve a borokról, meg aztán, úgyhogy... Egészségetekre! Egészségetekre! Azt jól tudom, ugye, hogy a Móri Ezerjó az hungarikum. Így van. Igazából csak az Ezerjó volt a filoxéria vész után Móron, és nagyon sokáig az egyetlen fajta volt. Igazából Móri borvidéken azt gondoljuk, hogy ott találta meg az igazi önmagát az Ezerjó. Minden évben megválasztjuk a Mórváros legjobb ezerjóját. Ez van egy olyan, hogy Szentgyörgy heti vigasságok borversenyen legtöbb pontot szerző ezerjó kapja ezt az elismerő díjat. Minden évben így van, és az idén ez a selection lett a legjobb.
különböző kritériumoknak kell megfelelni, bizonyos palackámat kell rendelkezni, és hát nyilván nagyon jó bornak kell lenni. Az ezer jónak az is még a nagy előnye, hogy asszusodásra képes, tehát képes, mi többetnek nevezhetjük ezeket a borokat. A magas cukortartalmat meg tudja őrizni, és olyan, mint egy asszú, olyan bor tudunk készíteni a Móri borvidéken is. Csilla, mi egy bor királynőnek a feladata? Miből áll neked egy napod? Azért nagyon ritka, hogy női borásszal találkozunk. Igen. Hogy lehet elnyerni? Mesélj egy kicsit erről nekünk. De a Móri bornapok a legnagyobb rendezvényünk, ezt október első hétvégén tartják, és ott választják meg a Móri bor királynőt, aki egy évig képviseli a borvidéket. Tehát miután már megválasztanak, a legjobb feladat a kóstolás, a prezentálás rendezvényeken való megjelenés. A babérok learatása. Maga a verseny... neveljünk alkoholista fiatal nőket. A kultúrát borfogyasztásra próbáljuk nevelni a fiatalokat. Maga a verseny ott azért egy elmélet és gyakorlati teszten kell megfelelni, lopózás, bortöltés, mint egy szommelier nagyjából olyan feladatoknak kell megfelelni. És utána ugye más rendezvényekre hívják az országban, és ott népszerűsíti a Móri borvidéket a borkirálynő. Eleinte évente választottak, most már két évente. Ugye te tőzsgyökeres Móri vagy, abszolút. Ismert voltál, ismert vagy. Te tulajdonképpen a Móri borvidék nagyköveteként dolgoztál? Te lehet, hogy azért is voltál futballbíró, hogy a Móri borvidéket népszerűsítsen. Igazából hivatalosan nem vagyok nagykövete a Móri borvidéknek, de ahova megyek, való igaz, mindig van a kocsiban néhány palacból, és elmondhatom, hogy kicsi koromtól már kóstolom, amikor a nagypapám kitöltötte vasárnap nekem a szódát magának a bort, akkor mondtam, papa, kicsit sem annyit, csuk meg ezt a szódát. Megnem a öreganyádnak, aztán kicsit lötyentett, és én tehát néhány éves koromtól már kóstolom. Nagyon szépen köszönjük ezt az izgalmas kalauzolást. Ha jól tudom, neked mindig van a zsebedben sík. Abszolút. Akkor fújjuk le ezt a műsort létre. Most megfogtatok, mindenki kap egy varázssípot, ezt ünnepés keretek között. Hölgyekkel kezdem, egy varázssíp. Ha bármikor megfújjátok, a Móri borokkal ott leszünk nálatok, jó? Köszönjük. Alikát is kapsz egyet, így van. De várjál, sok szeretet. Nagyon köszönjük. Előtte küldj egy SMS-t annak, akik. Minden esetre legközelebb egy hónap múlva azért találkozunk. Kishegyesről fogunk jelentkezni, méghozzá a Dombosfestről, a Löszfal tövéből. Tartsanak akkor is velünk. Köszönjük a figyelmüket. Köszönjük szépen, hogy itt lehet. Fújjuk már bele.